A törvény szerint a települések adóerősségéhez mérten az állam átvállalja a hiteleik egy részét. Moson-Magyaróváron eredetileg ez a hitelállomány 40%-át jelentette volna. Az önkormányzat a 2013-as költségvetésében is ezzel a számmal kalkulált. A törvény lehetőséget adott egyéni tárgyalások folytatására, amit dr. Nagy István polgármester ki is használt. Az egyeztetések eredménye további 20% adósságcsökkentés lett. Volt egy 3,2 milliárd forintos adósság a városnak, ebből kis hiány 2 milliárd forintot viszel így a magyar állam költségvetése. A 40 és 60% közötti különbség ez mint egy 600 millió forint. A nagyobb mértékű adósságátvállalásnak köszönhetően idén a tervezetnél 54,5 millió forinttal maradt több a város zsebében. Nem kell tehát megszorításoktól tartani, és a tervezett beruházásokat sem kell elhagyniuk. Arról, hogy konkrétan milyen típusú hiteleket vállal át az állam, további tárgyalásokon döntenek majd.